Magyarországon óriási az igény az idős otthonokra. Jelenleg körülbelül 60 ezren várják, hogy a szombathelyi Gagarin úti intézményhez hasonló helyre kerüljenek. Itt 108 időskorú demenciával küzdő embernek az ellátása történik, és megyében, Vasvár megyében először valósítottuk meg a támogatott lakhatást fogyatékossággal élő emberek számára. A szombathelyi Ezüsthíd intézménybe 3-400 ember vár felvételre. 80%-uknak azonnali elhelyezésre lenne szükségük. Január 1-től a Táplán Szentkereszti Ezüstplatán intézménnyel karöltve mindkét hely a szombathelyi egyházmegye fennhatósága alá került. Szeretnénk a betegágyak mellé Istent vinni, a reményt, azt a beteg iránti föltétel nélküli tiszteletet, ami abból fakad, hogy ő Isten gyermeke, akármilyen állapotban is van, az élete végtelenül értékes. A szombathelyi idős otthonban a megyés püspök tartott rövid misét hétfőn délután. Megköszönte a létesítmény vezetőinek és dolgozóinak az évtizedes odaadó munkát, majd megáldotta az intézményt. Mindenható Urunk, Istenünk, áld meg ezt a házat! Lakjék benne egészség, tisztaság és a lélek legyőzhetetlen ereje. A megyés püspök az otthon lakóit is felkereste, hogy néhány kedves szó kíséretében személyes áldásban részesítse őket. Isten áldja magukat, minden jót kívánok, jó egészséget! Nagyon szépen köszönöm! Minden jót, jó egészséget! A szombathelyi egyházmegye szerepvállalása az intézmény működtetésében azt jelenti, hogy továbbra is folytatódik az idős otthonban megszokott szakmai munka, kiegészülve az evangélium üzenetével. Az anyagi többletforrást igénylő, az otthon mindennapi működését érintő problémákat apró lépésekben kívánja megoldani az új fenntartó.